Sziasztok újra, nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Pályán kívül magazinunkat, blokkunkat láthatjátok újra utánpótlás játékosokkal, mégpedig Boros Renátóval és Sóvári Zsoltal. Hello, szia. Na hát nem tudom, hogy néztétek a fiatal srácokat U14-es korosztályban? Milyen nagyon frankon nyilatkoztak előző héten nekem? Persze, néztük. Nagyon jó volt. Volt humor is benne. Uh-huh. Úgyhogy mindent elmondtok, amit el tudtok. Abszolút, igen. Nagyon, nagyon kis flottul ment az egész. Na, egy picit beszéljünk a kezdetekről, aztán majd rátérünk természetesen az akadémiai létre is, meg az utánpótlás csapatra. Abszolút egyértelmű volt azt, ahogy olvastam rólad, te először csatárként tündököltél, mert ugye most már kiváló kapus vagy, de aztán így lustaságból inkább hát a kapuba álltál? Óvodáskorom óta. És hát nem akartam futni. Nem tetszett. Rúgták előre, mondtam, hogy lábra passzolják. Azt mondtam az edzőnök, hogy én beállok, én fogok itt szaladgálni. Elkapdosom itt a labdákat össze-vissza, szóval ott maradtam a kapuba. Hát akkor azért valamiféle tehetséget véltek felfedezni nálad, mert oké, hogy én is beálltam 6 évesen kapuba, de semmi tehetségem nem. Eltalált általában a labda, úgyhogy azt mondták, hogy jó, hát akkor maradhatsz. Uh-huh. Úgyhogy maradtam is, aztán utána komolyabban foglalkoztam vele. És ez a kezdetek, ez hol volt? Mely város, mely falu? Oroszlányom volt. Ott kezdtem, jött hozzám le egy siófoki kapusedző, velem foglalkozott, és utána jöttem ide az akadémiára, próbajátékra. Ez azért jó hangzik. Nekem is tetszik. Ugye? Zsolt, nálad? Hát én 10 éve vagyok itt az akadémián, Alcsuton kezdtem focizni, aztán egyből ide jöttem, még nem is volt igazából akadémia. Itt nevelkedtem végig, aztán felépült az akadémia, én meg itt maradtam. Innen is fogsz nyugdíjba menni, úgy néz ki most már. Valószínűleg. Na de hogyha egy kicsit vissza emlékszel arra az időszakra, hogy 10 évvel ezelőtt, amikor elkezdted, és tényleg azért milyen jó érzés lehet, hogy 10 év alatt te láttad, hogy milyen szinten épült fel az akadémia, így a kezdetekre, így emlékszel, hogy, hát igen. Hogy mi volt? Hát volt egy kis műfüves pálya még ennek a helyén talán, meg volt egy nagy pálya, aztán ahhoz viszonylag elég gyorsan épült még plusz egy-két füves pálya, de utána beindultak az események, és épültek sorra a pályák, meg ugye a komplexum, úgyhogy de gyors volt minden. És a suliba hogy állsz most? Hát járok suliba, azt most fogok érettségizni. Úgyhogy... Na és hogyan áll? Mert ahogy néztem, heti 2 nap, amikor vagy suliba, ugye? Hát heti 2 nap, az Gödöllőn van, és akkor a többi nap itt tanulunk a Gödöllői Kisházba, úgy hívjuk, itt van egy kis épület. Ott szoktunk tanulni, ugyanúgy jönnek be a tanárok, szóval azért megtanuljuk, amit meg kell tanulni. Tovább tanulás, az terve van véve? Hát igen, terve van, de majd meglátjuk, hogy sikerül az érettségi igazából. Ha kell, halasztok is egy évet, el vagyok itt. Hát nem volt a kétségeim a felől, nem lennél itt, de ez összefüggésbe hozható a focival, hogy hogyan alakul a focis lét mondjuk az elkövetkezendő, mint egy fél évben, vagy inkább azt mondod, hogy kvázi mellékágként azért oké, hogy a foci persze, de hogy azért a tanulás azért eléggé fontos dolog. Hát most így mellékágként gondolom, de hát még nem döntöttem igazából, 2 hét múlva kell leadni, most hétvégén majd átnézem az iskolákat. Fogalmam sincs, hogy mit fogok csinálni, úgyhogy... Hát azért így el lehet elkérekezni, nem? Hát Én rájöttem, igen. Rájöttél? Rájöttem. Igen. De nálad volt döntés, vagy van döntés? Én be is adtam. Mégpedig? TF-re adtam be. Oda, egy több ágra. Milyen sportmenedzser? Ilyenekre így mindent bejelöltem, de ilyen egy... Amit lehetett. Ami öt belül minden bejelöltem. Ami szembe jött. Aztán én szerintem halasztok egy évet, megcsinálom a kreszt, és utána majd megyek, nézek egy fősúlyt. Hogy így egy évet halasztasz azért, hogy csinálj egy kreszt? Persze, mert hát alaposan meg akarom csinálni. Vagy gondolsz arra, hogy ne adj Isten, hogyha visszatapsolnak a kreszt vizsgán, vagy meg igen, a igen, persze. Aha, gondoltam erre is. Na jó. De hogy akkor olyan szinten tudatosan próbáltok meg létezni, nem csak a foci van, hanem azért persze. A B oldal, az esetleges B oldal. Van is, persze van. Én például mondjuk egy kávézót nyitni, vagy valami ilyesmit. Ilyen vendéglátói dolgokba is helyezkedni. Uh-huh. De mire ez van? Affinitásod? Vagy a családban? Vagy nem, csak azt, hogy megtetszett, látom benne úgy a fantáziát. Mi annyit tűz kávézókba? Persze. Ott jöttet az időd nagy. Igen, hát ott a sok interjúmet ott csinálom. Jaj, de jó! Na, ez tetszik. Na, akkor egy kicsit beszéljünk az akadémiai létről. Mennyit vagytok itt? Mennyire szoros a napi rutin? Hogyan néz ki a napotok? Hát nekem már vége a suli, mert leérettségiztem. Csinálom a kreszt, felkelek, elmegyek edzésre, és sokszor hazamegyek inkább, otthon töltöm.
és úgy jövök vissza az akadémiára, családi körbe, töltöm otthon az időt. És mit szoktál csinálni otthon, családi körbe? Segítesz otthon? Persze, házi munka mindig van. Jó, be szoktak fogni házi munkára? Dehogy, porciózás, meg ilyesmi. Én a porciózást szerettem világéletemben. Valahogy ilyen, nem tudom, ilyen fura perverziót éreztem az iránt, hogy eltűnnek a porcicák a földről, lesz valamiért bírtam. Akkor kicsit távolabb is megy, nem a perverziómat ebben éljünk ki, természetesen a porcivózásban, nem másban. De hogy házi munkán kívül még mi az, amit otthon szoktam? Nem szeretek. Most is se tudok. Úgyhogy valami egyszerűt, ami nem tudom, mosogatás. Mosogatás? Arra beállsz? Ez két tányérre, ez simán. Aha. És amúgy a buli hétvége, vagy azért inkább úgy vagytok vele, hogy a profi karrier sokkal fontosabb, mint minden hétvége szétcsapni az akkor, amikor szünet van, például nyári szünet, de akkor is csak így hébe-hóba. De az is csak ilyen lájtosba. Zsolti, nálad? Hát én itt vagyok az akadémián, benn lakok a kolácsba. Igazából elég kötött program van, mindig menni kell valahova, sosem tudunk rendesen pihenni. Úgyhogy mindig megyek, amerre mondják. Igen. Mindig megyek, amerre mondják. Arra mondják, arra megyek igazából. De ugye amikor van szabad időnk, hazam szoktam menni, mert közel lakok. Meg úgy el vagyunk a srácokkal igazából benne a kolácsban. Jól érzem magam. De mi az, amit tudtok csinálni? Mert látom, mert ugye azt a srácoktól is megkérdeztem előző héten, ugye van itt a videójátéktól elkezdve, a pingpong asztalon keresztül, a biliárd asztalon át. De ezen kívül mi? Tanulunk. Nagyon jó válasz, nagyon jó válasz. Van most valami új hobbi? Hogy álltok a tagból asztallal? Hát én még nem használtam, mert... Nem használtad, tudod mennyit fejlesztek? Ja, jó, ja, mondjuk tényleg. Most vették ja, mondjuk tényleg, persze, neked a sérülés. Ja, neked tagból asztal? Most verhetetlen vagyok, úgyhogy már nem is állok oda. Elveszem a kedvüket, úgyhogy... Jó megy a tagból? Persze, csak nézem már. Érdekes, hogy talán pont nyáron próbáltam ki valamelyik fesztiválon a tagból asztalt, és először ilyen nagyon kis bizalmatlanul álltam hozzá, hát mit tud ez nekem újat mutatni, mert hogy így azért fociztam én is néha-néha hébe-hóba, de hogy nagyon nehéz. Tehát főleg egy fesztiválon azért. Hát nem, délután még általában józan az ember, a fesztiválon estére szokott elhajolni, de ahhoz képest tényleg jó, és ugye olvastam is róla, beszéltem a fejlesztőkkel, hogy technikailag nagyon sok mindent tud hozzáadni, tehát a focistáknak a tudásához. Na, beszéltünk már az akadémiai létről, egy picit beszéljünk úgy nagyjából a csapatról. Azt ugye tudom rólad, meg ugye most is említetted, hogy azért sokáig sérült voltál, most így hogyan áll az állapotod, regenerálódás szempontjából? Hát most vették le ugye ma, 6-7 rehab lesz. Ja, pont ma vették. Pont ma délelőtt voltam, elugrottam Fehérvárra. Milyen érzés nélküle? Hát sokkal jobb, még kicsit furcsa. Vékonyabb lett a lábad sokkal? Hát igen. Durva? Nagyon durva. Inkább meg sem mutatom. Meg van rajta egy jó nagy vágás, legalább 15 centi. De hát az is majd rendben jön. 6-7 múlva már focizni fogok, úgyhogy nincs semmi gond. 6-7 múlva már focizni fogsz. Ez eléggé pozitív hozzáállás, de hogy így biztos? Vagy ezt itt te tervezted magadnak, hogy 6-7 múlva focizni fogsz? Hát is terveztem, meg azt mondják, hogy ennyi idő, mire felépülök újra, úgyhogy reménykedek, igen. De hát akkor most eléggé szoros lesz a programod abból a szempontból, hogy folyamatosan rehab, gyógykezelés, vagy mik vannak, amiket így felírtak neked, mit kell csinálni? Hát igazából még nem tudom pontosan, hogy mi lesz a rehabilitáción, majd meg kell beszélnem. Hát nem tudom, de lesz program, úgyhogy lesz mit csinálni. Azért azt néztem, hogy az elmúlt időszakban sűrű volt a program, akár mondjuk edzőmeccsek, edzések, felkészülési időszak. Pont ugye ez a beszélgetés, ez csütörtökön zajlik, tegnap is volt edzőmeccs. Így van. Hogyha minden igen, igaz. Igen, videót annál. Na, és tapasztalások eredmény tekintetében sikerült, nyertünk. Sikerült, nyertünk. Győzelem. Így van. És hogy látod a csapatot most jelen pillanatban? Szerintem nagyon jók vagyunk most. Egyben van a csapat, együtt mozog. Szerintem bajnoki nagyon jók leszünk. Mi a terv? Abszolút bajnokság megnyerése, vagy ilyenkor még azért több? Hát nem szabad ilyenkor mondani, ilyenkor nem szabad. Első három meccs után akkor már megmondanám, hogy első hely. De szerintem ott leszünk az első három, első négyben. Igen, távolabbi terv tekintetében, Puskás Akadémián, akár mondjuk NB1, tehát hogy így utánpótlás korú játékosként abszolút álmodtok arról, vagy az ilyen nem tudom mennyire elérhetőnek számít az, hogy itt a Pancsó Arénában minden hétvégén két hetente itt játszani, ez mennyire vizionálható nálatok? Szerintem mindenkinek egy nagy élmény lenne abba a csapatba játszani, meg cél is. Hát aztán majd kiderül, hogy ott leszünk-e, vagy nem. Mennyi lehet, hogy egyáltalán hogyan látjátok, hogy mekkora lehetősége van utánpótlás játékosnak felkerülni most az NB1-es csapatba? Hát ha nagyon jó bizonyít, akkor egyértelmű, hogy szerintem nagy esélye van. Akkor egyből felfigyelnek rá, hogy ott a helye. Aztán nem tudom, mi lesz. Zsolti? Hát én is ugyanezeket gondolom, mint Renátó.
igazából most az lenne mindenkinek a célja, hogy bekerüljen ide az első csapathoz. Aztán, hogy ki miben gondolkodik, úgy lehet tovább menni. De hát én először például pár évet szeretnék itt játszani. Na végre akár valaki. Többet is. Na végre valaki. Csomó mindenki azt mondja, hogy már mennék külföldre, mert annyira csillogtató az, hogy kint biztos, hogy kolbászból van a kerítés, meg aranyból van a kapu. Ehhez képest meg alapvetően nagyon sokszor finoman szóval is, hogy arcra esés a vége. Tisztelet a kivételnek természetesen. Ez jó, hogy azért, mert fontos szerintem az, hogy az NB1-be eltöltsön egy jó pár évet az ember. Azért kipróbálnám, persze, külföldön is szeretnék majd játszani, de ez az első lépcső. Úgyhogy ezt kell majd véghez vinni. És külföld szempontból mi az, ami most így ilyen államképként megjelenik? Államkép? Aha. Hát én Bundesliga-ba játszanék szívem szerint. Ugye ott van a Scholes is. Majd egyszer csapattársak leszünk. Verderben? Akár? Akár. Uh-huh. De majd meglátjuk, hogy mit hoz a jövő. Beszélgettetek azóta vele? Volt bármiféle kontakt, mióta ő? Nem nagyon. Nem. Semmi? Eltűnt a látómezőn. Kitörölte magát mindenhonnan. Pedig ő azért egy eléggé emblematikus figurája volt az akadémiai ügyetnek. Hagyott egy pár dolgot. Igen, pont olvastam mi Dávid készített vele interjút, most ugye a honlapra is felkerült a puskásakadémia.hu-ra, hogy még tartozik nektek egy pingpongasztallal, hogyha jól igen, tudom. Igen, nem? Is így tudom, de egy egybelévő pingpongasztallal. Egybelévő pingpongasztallal, mert hogy így egy kicsit randalírozott. Igen. Scholes. De ez fura, mert hogy így, mert nem tudom, hogy milyen kapcsolatban voltatok? Jó kapcsolatban voltatok? Abszolút ilyen baráti címbi viszonyban vagy? Ők voltak a nagyok, mindig velük mozogtunk azért elég sokszor, figyeltük, hogy mit csinálnak. Úgy jóban voltunk velük, de hát nem voltunk így baráti kapcsolatban velük sose, de jó emlékek vannak, viccesek mindenek. A focin kívül úgy olvastam rólad, hogy a tenisz, tehát Federer iránti rajongás, jók az információ. Igen, nagyon jók. Akkor most nem tudom, hogy mennyire követed a mostani eseményeket, akkor te is most sajnos kiestünk. Hát egyrészt sajnos kiestünk, pluszba a tegnapi napon meg is kellett műteni. Tehát igen, hosszú láttam idő, hosszú is, idő igen. Után egy térműtétenet. Nem tudom, mikor fog visszajönni sem. Lehet, hogy ez már a vég. Nem. Nem lehet, mert nekem mondta? Nagyon nagy... Nem azt, hogy mondta, hanem hogy nekem nagy vágyam, hogy még ebbe az évben láthassam valamelyik nagyobb, nem muszáj, hogy nagy verseny legyen, mondjuk kisebb verseny, de most ő azt nyilatkozta, hogy a februári hónapot azt ki kell hagynia. Tehát ilyen kis, nem tudom milyen műtéten esett. Biztos kicsi volt. Ja, biztos kicsi volt. Tehát a Federer rajongás, mondhatjuk azt? Hát ne kérdezi róla semmit, de szeretem. szereted nézni. Zsolti, nálad milyen sport jön még szóba? Hát igazából szeretem a kézilabdát is, a teniszt is úgy nagyjából követem. De Nadal volt a kedvencem még, amikor nagyon követtem, 2-3 éve. Hát szegénynek most az utóbbi időben nem jön össze. Nem igazán megy neki, úgyhogy így nem is követem. De hát Federert is szeretem, úgyhogy nem vagyok így, hogy egy embert szeretek a sportokból, hogy szeretem nézni őket. Kézilabda meccsen, hogyha jól tudom, akkor voltatok is MKB igen, meccsen, ugye? Az akadémiában voltunk, az nagy élmény volt, igen. Hát az mondjuk 5000 ember előtt. Igen. A ilyen teltházas mérkőzésen sikerült lenni? Igen, igen. Milyen hangulat van? Hát is mentük a szurkolókhoz. Beálltunk ott. Brutál hangulat van? Nagyon félmeztően ott álltak mellettünk. Igen, és nem izmosak, úgyhogy kicsit elfértük a jobbra. Igen, és hát az a szép az MKB szurkoló táborában, hogy ha megnéz az ember egy kézilabda mérkőzést, hallatszik, hogy tényleg szívüket, lelküket oda teszik, és nem tudom elképzelni, hogy utána mennének az utcán és randalíroznának. Tehát, hogy mindenki utána fogja, visszaveszi a pólót, aztán megy haza egyébként. Igen, azért jó lenne elérni azt, nem? Tehát emlékszem, hogy az UEFA Youth League mérkőzéseken azért jó volt azt látni, hogy az akadémisták itt szurkoltak, és nagyon jó hangulatot tudtak teremteni, akár 40-50-en, és ott, ha oda mutatok, ugye abban a sarokban igen, ott, igen, igen. Az ez jó feeling volt. Tehát ezt így NB1-es mérkőzésekre is valamilyen szinten átcsempészni, és azt elérni az embereknél, hogy tényleg tudjanak szurkolni. Nekem néha olyan, mintha egy félnék megmutatni a hangukat. Nem tudom, hogy ti hogyan. Hát csak, hogy itt lejönnek, azt néznek. Olyan. Mint a színházban lennének kb. Igen, nem mennek megszólalni. Igen. Telefont is lenémítják. Nehogy belecsörögj. Hát mondjuk azért ne zavarják meg a srácokat. Hát igen. Halljuk be. Oké. Okay. Na hát Zsolti, Renát, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Elfogadtátok a meghívást. Jó, dumcsisztunk. Az biztos. Tartsuk meg jó szokásunkat, tegeződjünk, jó? Ne magázodjunk, léci. Jó héten találkozhatunk pályán kívül kis blokkunkkal, addig is szevasztok, nézzétek a puskásakadémia.hu-t, a Facebook oldalunkat, Instagram oldalunkat, jövő héten találkozunk, szevasztok!